Mozgalmas volt a 2021-es év a magyar salak motorsport életében, több nemzetközi versenyt is rendeztek hazánkban, és izgalmasan alakult a magyar bajnokság is. Nyíregyházán tartotta a szakág a díjkiosztó ünnepségét. Végre Magyarországon újra beléptünk, azt mondom, a világ színvonalára a motorsport rendezés, salak motorsportnak a rendezésével. Hát sajnos még a versenyzőink nincsenek azon a szinten, de hát reméljük ez változni fog, de nagyon nagy öröm volt újra belépni a világbajnoki sorozatok világába, amit hát mondhatom azt, hogy nagy elismerés övezett minden szinten, ahol bármerre is jártam. Még nem túl régen, és amikor legutóbb egy nemzetközi vezetőbírói továbbképzésre bejelentkeztünk online, akkor is mindenki azzal kezdte, hogy hát gratulálunk a magyaroknak, hogy az utolsó pillanatban nagy halászma megrendezésre került a FIM SGP kvalifikáció, valamint hát ne felejtsük el, úgy nevezik a amit Debrecenben sikerült flat track-et megrendeznünk, hogy az a valaha volt legjobb rendezés flat track világbajnokságuk döntőjében. Ez azért nagy büszkeséget tölti el a szerintem mindenkit, aki abban a sportban benne van, mert hát ez egy teljesen csapatmunka. A flat track VB volt a legjobban arra a példa, gyakorlatilag szinte minden sportbíró, aki ebben a szakágban dolgozik, dolgozott, mindenki, akinek nemzetközi minősítése van, beosztást kapott, és csak így egy szuper versenyt lehetett létrehozni. Nyugodtan mondhatjuk, a legnagyobb elismerés az, hogy a következő évre, tehát 2022-re is rangos futamokat kapott az ország, hiszen ezek szerint elégedettek voltak a nemzetközi szövetségnél is. Hát olyannyira, hogy gyakorlatilag a flat track világbajnokságra első körben nem is akartunk beadni pályázatot, mert valahol így ez a kettősség megvolt, hogy a salakmotor szerelmeseiben, hogy hát ez a flat track azért mégse, de olyannyira nem kellett ezen gondolkodnunk, hogy a Nemzetközi Szövetség volt, hogy ugye rendeztek, és ugye Debrecenben fogjátok ezt megrendezni, és ugye ezen a napon, és ugye megint ugye nagyon jó színvonal. Hát erre nem nagyon lehet azt mondani, nem is szabad azt mondani, hogy nem rendezzük meg, és természetesen emellé sikerült hát egyéni Európa-bajnoki fordulókat is megpályázni és megnyerni, ezeknek már megvan a konkrét időpontja, illetve egy világbajnoki kvalifikációt, nagy fráza, ezek fantasztikusan szuper dolgok, hogy újra megkaptuk a bizalmakat, hát ezeken sztárparádé lesz, tehát ez biztos. Sokat számíthat ez mondjuk az utánpótlás nevelés szempontjából, hogy testközelből láthatnak azért fiatalok most tényleg világsztárokat, esetleg kedvet kapnak ahhoz, hogy salakmotorozzanak? Nagyon nagy töltést kell, hogy adjon a fiataloknak, hiszen ezek, akiket a tévében láthatunk, vagy éppen a kvalifikációról majd tovább fognak jutni, és utána majd a világbajnoki sorozatban fognak egy év múlva versengeni, vagy még lesz akár olyan is, aki ott most is van, az... Ez egy fantasztikus dolog, én azt gondolom egy fiatalnak, hogy ezeket láthatja, ezeket a srácokat közelről. Azért a motorsportot, azt lássuk be, nem annyira misztifikált, főleg ez a salakmotor része, mint egy futballban, hogy esélye nincsen, a test közelbe kerülne, itt gyakorlatilag el lehet őket kapni, autogramot lehet kérni, pár szót lehet velük váltani, ami egy, azt gondolom egy tizenévesnek, a motorozás elején járónak egy óriási löketet adhat. Hát erre a világban programok szerveznek utánpótlásnál, hogy a sztárok két mondatot is váltsanak a fiatalokkal. Nagyhalászban GP kvalifikációs versenyt is rendeztek, melyre nem volt példa a Speedway Ringen. 2022-ben több nemzetközi verseny is lesz a pályán. A bajnokságban Fazekas Denis 19 évesen minden idők legfiatalabb magyar bajnoka lett, megelőzve Kovács Rolandot és Milan Manevet. A magyarok között ebben a szezonban Denis szerezte a legtöbb pontot, és örültem neki, hogy egy az, hogy azokkal a feltételeket, amit biztosítottam, hogy ő is örültette magát. Remélem az évben ugyanúgy fogja magát oda tenni. Mi is, amiben tudunk, megteszünk mindent annak érdekében, és remélem, hogy egy sikeres évet fogunk zárni. Amellett, hogy 5 versenyünk, az már biztosított. És hát ugye ma itt rendezik a díjkiosztó gálát, azt gondolom ez is egy komoly elismerés a Speedway Ringnek is. Hát én úgy hiszem, hogy ez egy jeles nap. Annál is inkább, mert a salakmotor szakág életében, illetve ezt a MAMS, az Országos Motorsport Szövetség, illetve a szakági tanács rendezi ezt a díjkiosztót. Mi is tagja vagyunk a szakági tanácsnak, egy szűk keresztmetszetű versenyzők, illetve hozzátartozók, technikai vezetők,
illetve sporttal kapcsolatos szervezők vannak itten, ezen a mai összejövetelen. Mint ahogy mondtam, egy jeles nap azért nem beszélve arról, hogy tehát itt van éppen az elismerések napja, amikor a versenyzőket, azokat az embereket, akik évközben tehát teljesítettek, illetve segítették úgy a szakágok, úgy a klubok munkáját, azoknak is az elismerése lesz a mai nap. Tehát ez, én azt mondom, egy jeles nap. Ez meg kell tartani, meg kell rendezni, el kell ismerni mindenkinek a munkát, és ezt nem szabad kisajátítani, mert ez nem egy klubnak a munkája, vagy eredménye, hanem ez mindnyájunk eredménye, aki itt van. Ez mind érintett abban, hogy ezek az eredmények, amik születtek az elmúlt évben, hogy ezt elérjük. A legjobbak a díjátadón vehették át a serleget. Fazekas Denis az év elején még azon gondolkodott, hogy befejezi a salakmotort, amikor Albók József megkereste. Mind technikailag, mind pénzügyileg nagyon nehéz volt, mert ugye nem olcsó sportról beszélünk, de a szezon második felétől Józsi bácsi megkeresett, hogy akkor újra motorozzak nála, és segít, amiben kell. És ez így is történt, nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni neki, biztosított motorokat, ruhát, a szerelőket, mindent, és ezáltal sikerült egy ilyen eredményt elérni. Nagyon komoly nemzetközi mezőnyben is edződhettél, ez mekkora pluszt adott? Hát nyilván sok pluszt adott, tehát a legnagyobbaktól lehet a legjobban tanulni, meg ellesni dolgokat mind a depóban, mind a pályán. Én úgy érzem, hogy minden évben próbálok egyre jobban teljesíteni ilyen versenyeken, és ez a következő szezonban is így lesz. Áruljuk el azért a nézőknek, nem sok hiányzott ahhoz, hogy befejezd a salakmotort idő előtt. Most meg elmondhatjuk, hogy 19 éves voltál, amikor megnyerted a magyar bajnokságot. Emlékszel az utolsó futamra, hiszen minden ott dőlt el? Persze, hogy emlékszek, szerintem soha nem fogom elfelejteni. Igen, hát nem sok kellett ahhoz, hogy abba hagyjam, mint mondtam, hogy pénzügyileg, meg technikailag nem úgy állunk a család, hogy ezt tudjuk pluszba finanszírozni, mert nyilván tényleg nem olcsó sport. És tényleg ezt Józsi bácsinak köszönhet a legnagyobb részbe, hogy ez sikerült. Most meg arról beszéltünk, hogy lengyel első osztályú csapatok figyelnek, hogy esetleg a fiók csapatban indulhass, hogy állnak ezek a tárgyalások? Beszéltünk igen ilyenről, kaptam egy ajánlatot, de Józsi bácsival megbeszéltük, hogy ez a fiók csapat ez idén indul el. Nézzük meg idén, hogy hogy működik, hogy vennek ott az emberek, hogy megy az egész lebonyolítás, és akkor, ha úgy van, akkor jövőre elfogadom az ajánlatot. Fazekas Denis idén még indulhat a juniorok között is, és szeretne ott is maradandót alkotni a nemzetközi mezőnyben. Ott volt az eseményen a legendás motorosok közül Tihanyi Sándor és Adorján Zoltán is. Örök szerelem, tehát ezt nem lehet úgy elfelejteni, hogy volt egy ilyen életem is, és akkor most ez egyszer vége lett, és elkezdtem egy másik életet élni, nem, ez mindig is az örök szerelem marad az én életemben, tehát a salakmotor akkor valahol ez mindig ott van bennem, amikor csak lehet megnézem, érdekel a dolog, tevékenyen már igazán nem tudok részt venni benne, de ahol van olyan lehetőség, akkor motorozgatok egy kicsit, de én úgy gondolom, hogy nem csak nekem, hanem az én generációmnak ez mindenkinek a sajátja. Mit adott neked a salakmotor? Hát én ebben nőttem fel, hát én 15 éves koromtól elkezdtem versenyezni, elkezdtem motorozni, és jártam a világot, rengeteg emberrel megismerkedtem, siker, bukás, csillogás, minden, amit el lehet képzelni, mindent megkaptam ettől a sporttól, amit a sport adhatott nekem. A sportágban azért voltak komoly hullámvölgyek, viszont az elmúlt év kimondottan jól sikerült. Nagyhalászban is, Debrecenben is. Hogy élted meg, hogy azért most már megint jöttek Magyarországra külföldi világsztárok? Pozitív, abszolút pozitív. Én úgy gondolom, hogy életbe kell tartani ezt a sportot, hiszen olyan szép ez, meg olyan hagyománya van nálunk, olyan tradíciókkal rendelkezik, amit nem szabad csak úgy elengedni. És hál' Istennek tényleg Nagyhalász is odafigyel ezekre a dolgokra, nagy versenyeket rendeznek, a Debrecen is most már újra talpra állt, ő is nagy versenyeket fog rendezni, rendezett tavaly is már. Tehát ez mindenféleképp pozitív, egy dologra kell nagyon rákoncentrálni. Ez az utánpótlás nevelés, mert tehát a közönség, ami kijön, az ugye a szurkolás mellett az, hogy legyen
valakinek, akinek szurkol. Legyen egy magyar, vagy két olyan magyar, akinek tényleg lehet szurkolni, akik valamilyen szinten tudják szállítani az eredményt. Nagyon hiányoztak ezek a fiatalok, mint például Fazekas Denisz, aki most még 20 éves sem volt, mikor megnyerte a bajnoki címet. Hát én csak gratulálni tudok neki, hiszen mindamellett, hogy ő magyar bajnok lett, nekem mindig tetszett a stílus a sásznak, ahogy motorozik, mert tényleg le a kalappal. Nagyon hiányzott, és ilyenből kellene, mint Denisz, ilyenből kellene még vagy 10 darab, aztán hajrá hajtani, egyre több versenyen részt venni, mert a legjobb edzés a verseny, mindig ott lehet legjobban felkészülni az egyik versenyről a másikra. Ott tanul legtöbbet az ember, hogyha nagy versenyzőkkel megy elles dolgokat, hogyha van ehhez affinitása. És én mindenféleképp azt gondolom, hogy ez a jövő útja, hogy fiatalokat motoroztatni, versenyeztetni, támogatni őket, segíteni, és akkor újra fel fog éledni az teljes egészében ez a sport. A díjkiosztón a salakmotor jövője is szóba került. Abban mindenki egyetértett, hogy rangos nemzetközi versenyekre van szükség ahhoz, hogy a fiatalok test közelből láthassák a sztárokat, ez pedig később az utánpótlás nevelésben is segíthet. Nagyhalászban idén ismét lesz GP kvalifikáció és 3 EB futam is. Nemzetközi versenyekkel készülnek Debrecenben is. Szerencsére már tudtunk versenyeket rendezni, nem csak egy versenyt, de még mindig hiányoznak azok a nézők, ugye, akik nem jöttek be a létesítménybe az oltásigazolványok hiányába. Ez a nézőszám azért még nagyon hiányzott a rendezvényekről, ezt leszámítva sikerült mindig jobbnál jobb rendezvényeket lebonyolítani, és bízom benne, hogy ez a tendencia folytatódni fog. Az idén is tervezünk 5 vagy 6 eseményt is, ezek között van Európa-bajnoki selejtező futam is, vagy kvalifikáció, illetve van a Flatrack VB futam is, van nemzetközi meghívásos verseny, Debrecen nagy díj, úgyhogy egész színes lesz az ezévi versenynaptárunk is, de még visszakanyarodva a múlt évre, vannak hiányérzeteim, ugye mondtam a nézők miatt is, meg a versenyző teljesítménye miatt is, én bízom benne, hogy ezt a hiányosságot pótolni fogják az idén. Picit be is kellett lakni nektek újra a debreceni pályát, hiszen azért komoly átalakításon ment hát az elmúlt időszakban. Igyekszünk mindig a lehetőségekhez mérten csiszolgatni, alakítgatni. Megkaptuk a múlt évben a Nemzetközi Motorsport Szövetség világbajnoki licenszét, és FIM licenszer rendelkezik most már újra a debreceni Perényi Pársalak motorstadion, úgyhogy és ennek a lehetőségét igyekszünk kihasználni, és mindig van mit csinálni. Egy 50 év, több mint 50 éves létesítményről beszélünk most már, úgyhogy fenntartani is nagy munka, nagy meló szó szerint, illetve ugye a nézők igényei is változnak évről évre, és próbálunk ezzel lépést tartani. Jó 20 évvel ezelőtt komoly bázisok voltak az országban, Gyula, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza. Nagyon hiányoznak most ezek a központok? Igen. Ugye annak idején a Volán Tröztek álltak ezeknek a létesítményeknek, meg ezeknek a kluboknak a háta mögött, és nagyon stabil anyagi hátteret is teremtettek ezáltal. Most ez nagyon hiányzik. Hiányoznak ezek a városok is, ami említve volt. Hiányzik maga Nyíregyháza is, ugye ez a pálya, ez a létesítmény. Hiányzik a gyulai létesítmény, ha még visszamegyünk időbe a szolnoki, vagy a szegedi, hogyha még vissza kell menni időbe, ezek nagyon-nagyon hiányoznak a salakmotorsport magyarországi életéből, illetve hiányzik az utánpótlás is, amire viszont nagyon nagy energiát szeretném fektetni ettől az évtől. A díjkiosztón számos elismerést adtak át azoknak, akik az elmúlt évben a magyar salakmotorért dolgoztak.